Köszöntöm a kedves Battlefield.hu TV nézőit a legújabb túravezetésünkön. Titánfall, eljött a Titánfall túravezetés ideje. Hát igen, a mai napi pályánk az Demeter lesz, és Hardpoint Domination módban fogjuk nyomni a tuccokat. És hát ez a Conquestnek a magyar megfelelője. És a célt már be is foglaltuk, 3 darab pontért megy majd a harc. Azt hiszem 400 tikettet kell elérni. Amit hát a minél több kontrollpont befoglalással, illetve minél több enemy elpusztításával tudunk majd elérni. Úgyhogy meg is próbálkozunk ezzel a, nem a mindennapi feladattal, és mint látható, hogy hát a drága jóri emberek már is próbálkoznak itt mindenféle alantos módokon láthatatlanul és hasonló dolgok között behatolni ide a B-re, de hát most sikerült befoglalni, úgyhogy már is nyúlunk az A pont irányába. Hát a bétában már említettem, de azért elmondom itt is, hogy elég sok hasonlóság van a Titánfall és a Call of Duty között, mármint az infantry részére vonatkozóan, a robotokat leszámítva értelemszerűen. Még régebben a béta után a GameStar-ba lehetett arról olvasgatni, hogy bizonyos újságírók kezébe került ilyen különböző játékvilágbeli látványelemeket bemutató ilyen kis kézikönyv, amiben azok voltak benne, hogy milyen dolgok vannak a játékban, és ezek között szerepelt ugyebár tank is, repülő is, különböző szörnyek is, és akkor egy kicsit úgy emelte mindenki a szemöldökét, mert hát reménykedtek benne az emberek, hogy ezek a dolgok, járművek, jószágok, stb. Ezek benne lesznek így a játékba, mármint a multiplayer részbe. Hát jó, mondjuk ennek nincs egy single player része, egy ilyen kampánymódban, ami szintén multiplayer. Hogy is mondjam. Hát ezek a dolgok mind benne is vannak, de mint látványelem szerepelnek, tehát passzívan vannak a háttérben valahol jelen, úgyhogy sem tankot nem tudunk vezetni, sem egyéb repülőt, sem szörnyekkel nem tudunk hadakozni, úgyhogy megmaradt a játékosok ellen való küzdelem. Ez egy kis csalódás részemről, szinte más részéről is, mert sokkal izgalmasabb és látványosabb meg, hogy is mondjam. Nem is tudom. Szerintem jobb lett volna úgy a játék. Ez kicsit úgy ilyen megmaradtak az egyszerűbb résznél, és csak a játékosokra koncentráltak. Mint látható, lehívtam én is a titánomat, és egyből automatára is kapcsoltam. Nem szívesen ülök bele a titánba, mert onnantól kezdve eléggé bonyolódnak ott a dolgok. Hát most éppen megölt az egyik úriember. Azért is nem szoktam beleülni a titánba, mert hát a titánokat mindenki előszeretettel szokta tűz alá venni, mit tudom én, ráugrani a tetejére, más titánok ütik, verik szerencsétlen titánomat, meg hát minden egyéb ilyen földön megtalálható botok, mert hogy botok is vannak a multiplayerben, mint a béta során ez kiderült, meg három már említették is rajtam kívül. Botok is vannak benne, amik még szintén rendkívül hülyék. Régen hát a béta alatt sem voltak okosabbak, azt hittem ezen legalább egy kicsit fejlődni fognak a fejleszteni fognak a kész játékban, hát nem történt semmilyen változás. Tulajdonképpen ami a bétában volt, nagyjából ugyanazt tapasztalható magába a teljes játékba. Infantryra tökéletes ez a játék. Hát a robotos része az egy kicsit úgy színesíti a dolgot, de én még mindig azt mondom, hogy ez egy infantris játék inkább. Annál is inkább már az ilyen beltereken robotokkal nem igazán nagyon tudunk tevékenykedni, kivétel ez alól, hogy ilyen marha nagy hangárokban, meg ilyenekben próbálunk benyomulni, mert azért úgy próbálták megoldani a készítők a pályákat, hogy egy, netántán kettő kontrollpont területére be tudjunk mászni titánnal is, hogy egy kicsit úgy darálósabb legyen ott a helyzet. De mindegyik pályán van olyan kontrollpont is, ami csak gyalogosan megközelíthető, és akkor ott értelemszerűen ezt a láthatatlanságot kihasználva próbálunk meg egy kicsit sunnyogva mindig befoglalni a pontot, illetve megvédeni azt. A húzókörök a mondjuk úgy zászlóknál, de most nem tudom egészen pontosan ezeket a zónákat hogy említsem, mondjuk hogy a kontrollpontok húzóköre elég nagy, úgyhogy bőven lehet találni megfelelő fedezéket is, mit tudom én, lépcsők alatt, meg ilyen különböző kiszögelléseknél, vagy épp, mint látható, most konkrétan bemásztam ide kontrollpont kellős közepébe, és csak annyi, hogy magamra nyomtam a láthatatlanságot. És látható is, hogy húzzuk vissza a kontrollpontot, és ez a mi kezünkön lesz. Na, hát kettő van a mi kezünkön, a B és a C, és az A van most egyedül enemy két, úgyhogy próbálunk oda visszanyomulni. Mint látható, megint leívhatom a titánomat, és valahol itt mászik egy úriember, vagy mászott, talán sikerült vele végezni, az a gond, hogy nem mindig bírok rájönni.
A butoknak meg az egyik szerepe az, hogy hát ezt írták jó páran, hogy tekintve, hogy ilyen 6-8-an küzdünk egymás ellen, nem akarok hülyeséget mondani, mert számokkal pont nem foglalkoztam a játék során, meg tök mindegy, hanyan vagyunk már így is úgyis kevés, egy ekkora pályára, így ezért rakták bele a botokat, hogy próbálják egy kicsit színesíteni a játékteret, hogy addig se unatkozzon az emberke, aki keresgéli azt, akit megölhetne. Ó, fene vinné el, még azt hittem meg lesz a fickó, de minden nem jött össze. Hát... A botok inkább szerintem zavaróak a játékban, hát jó, el lehet velük így molyolni, meg tudom én, itt tényleg egy kicsit izgalmas, meg lehet úgy is taktikázni, hogy a közöttük próbálunk kosodni, és akkor, ha netán ellenség kerül a közelünkbe, akkor bizony, hát nem biztos, hogy miket vesz elsőnek célba, bár a mozgásunkról hamar ki lehet majd szaszerolni, hogy ki a valós player és ki a bot, mert hát azok mindig olyan nagyon egy síkon mozognak, míg a, hát a playerek azok meg eléggé tikálva. És már is viszont nyomultunk ide a B-nek a területére, és mint látható beleültem a titánba, és hát mikor titánba foglaltunk helyet, és egy másik titánnal próbáljuk felvenni a kontaktot, mindig azokat a pontokat célszerű a titánon lőnünk, amit a tutoriában is lehetett látni, aki megcsinálta, azt tudja, hogy ami pirossal jelöl a, és látszódik magán a titánon, azok a legérzékenyebb pontjai a titánnak, és hogyha azokat lőjük, akkor jobban sebződik. Ennyi a története. És sikerült megvédeni a B-t. Hát most úgy néz ki, hogy jelenleg ez az egy kontrollpontunk van, úgyhogy ez egy sürgősen változtatik én, és úristen, itt van megint egy titán, ez is jobb volt nekem egyszerre. Meg ráadásul ez ilyen nagy böszme jószág. És én megpróbálok itt valahol egy kicsit megmaradni. Hála a jó, hogy nek ez a katapultálós része, ez egész jó a játékba. Könnyűszerrel el tudunk menekülni a titánból. Néha azonban egy kis kellemetlenség is lehet, mert előfordulhat olyan is, nem egyszer megtörtént velem, hogy például a baráti titán mellett csak így ugráltam, mert mit tudom én, szökelni akartam valami épületre vagy valami, és ilyenkor gyakran annak veszi a gép ezt az ugrálás, hogy fel akarunk mászni a szövetséges titán hátára, és ez bizonyos helyzetekben elég kellemetlen tud lenni, hogy épp nem elugrunk egy titántól, hanem pont rá a tetejére, amit épp agyonlőnek 62-en. Úgyhogy hát még ezen valahogy egy kicsit variálhattak volna, ettől függetlenül azért nem rossz. Javaslom mindenkinek így az első körökbe, aki kipróbálja a titánfalt, hogy a sörétessel próbáljon meg tevékenykedni. Mondjuk úgy, hogy ez egy ideális, ilyen közelharci fegyver, nem sokat kell lövöldözni, különösebben célozunk se nagyon szükséges. És azzal elég jó KD-kat tudunk elérni, és így könnyebben tudjuk kiunlokkolni a komolyabb fegyvereket. Már megint elérhető a titánom, amik mindig kettő pont van a mi kezünkön, bár a cél most elkezdett villogni, való lesz kéne hívni ezt a jószágot, de hú, nem sokan múlott az életem. És le is hívtam, csak nem tudom, hogy hol van. Mindenesetre beállítottam a automata módot, azt hiszem, ez az én titán. Ja nem, hát voltam olyan szerencsés, hogy két titán lett egymásra lehívva, egy ellenséges és egy baráti. És ilyenkor, hogyha belemegyünk abba a zónába, amit a titán elméletileg véd nekünk, de benne van az ellenséges titán zónájába is, akkor értelemszerűen aki hamarabb beül a titánba, az életben marad, aki meg ugyanúgy ebbe a védőzónába benne van, de nem titánba foglal a helyet, hát ő bizony sajnos elpusztul. Azt hiszem sikerült egy kicsit felbosszantanom azt a pilótát. Talán sikerül vele végezni. Áj, már megint ezek a hülye butok. Hát igen. Ezért zavaró ez a játékban. But, hogy foglalkoznál a rendes playerrel, csak hát épp a adott szituációban nem mindig tudod eldönteni, hogy most épp kit lőjél. Meg épp kiugrasz egy megből és éppenséggel ilyen butokkal vagy körbevéve, hát ez tényleg nagyon érdekes tud lenni. De ettől függetlenül még mindig elég izgalmas. Csak még kicsit úgy, mit is tudom. Ez így valahogy úgy, hogy annyira nem. Nem az én pályám. Na, de kicsit nagyon elkanyarodtam itt a dolgoktól, mint látható, már csak egyetlen egy kontrollpont a cél van a mi kezünkön. Próbálom itt a játékosokkal felvenni a kontaktot és visszafoglalni a B-t, vagy a C-t, vagy valamit, amivel kicsit úgy el tudjuk érni azt, hogy... Ó, meg is sikerült végezni valakivel, nagyon jók vagyunk. Hogy nekünk pörögjenek a tikettek, mert nem lenne jó, hogyha behoznák itt az előnyüket, vagy hátrányukat. És... Ja, úgy nézem, ez meg is lesz, kettő pont megvan a
mi oldalunkon, és most menni kéne az A felé, vagy bevédeni a B-t. Valószínű, hogy most a B-t nagy erővel akarják majd támadni, majd mindjárt kiderül. Ó, közben fejlődtünk is, nem tudom mitől. Jam, lehívtam a hitát azért is, mondjára, hogy csak lehívjuk, úgyhogy érdemes minden fegyvert, járművet, hát hitán lehet használni. Ezzel is gyűjtve a pontjaink számát. És sikerült megnyerni a kört, jön az epilógusa, hát ami annyit akar, hogy már vége van a győzelemért zajló mesnek, és még a életben maradt ellenséges erőket felszámolhatjuk a kör teljes végéig, hogyha eljutnak a kimenekítő pontra, ami tőlünk kb. 25 méterre foglal jelenleg helyet, akkor életben maradnak, ha meg nem jutnak el a kimenekítő pontra, hát akkor vagy mi öljük meg őket, vagy csak simán vége lesz a játéknak. Hölgyeim és uraim, ez lett volna az első titánfalos túravezetésem Demeter nevű mapon, Headpoint Domination játékmódban. Remélem tetszett ez a kis információ, ha majd találkozunk a következő epizódba. Sziasztok!